Köszöntöm nézőinket, ez itt a Kaposmenti magazin, tartsanak velünk! 125 éves a kaposszegcsői templom, Szent Erzsébet napi búcsút tartottak a híveknek. Retro hangulat, tombola, az attalai óvodásoknak gyűjtöttek a bálozók. Trófea szemle Dalmandon, megköszönték a vadászok munkáját. Újabb fákat ültettek Dombóváron, a városban a faültetés az egyik legfontosabb projekt. Ünnepi szentmisét tartott a Kaposszegcsőn a helyi katolikus templom felszenteléseinek 125. évfordulója alkalmából. A templom Szent Erzsébet nevét viseli, melyet pontosan november 19-én ünneplünk. Ebből az alkalomból hittanos diákok egy színdarabot mutattak be Szent Erzsébet életéről. Szent Erzsébet búcsúi ünnepet ült a kaposszegcsői katolikus közösség. 125 éve szentelték a templomot Szent Erzsébet tiszteletére. A szentmisére megtelt az aprócska templom gyerekekkel, felnőttekkel és idősekkel. A búcsúi ünnepi misét Battonyai János, mágocsi plébános celebrálta. 125 éves a templom, pont most van Erzsébet napján a 125 éve, amikor felszentelték. Gyakorlatilag addig Kaposszegcsőn nem volt bent templom, hanem Szőlőhegyi rész Kaposszegcsőhöz tartozott, ott volt egy kis kápolna. És akkor döntöttek úgy a kaposszegcsői katolikusok, illetve akkor már az evangélikusok is, hogy mind a ketten templomot építenek. Ezt a katolikusoknak sikerült először, ezt láthatjuk itt, és a mellettünk pedig az evangélikus templom, ami rá pár évre készült el, akkor lett itt a központban a két településnek a résznek a temploma. Gyakorlatilag ebből is látszik, hogy Kaposszegcsőn katolikusok, illetve evangélikusok laknak többségébe, illetve azóta már több gyülekezet, felekezet is megjelent a településen. 12 éve sikerült felújítani ezt a templomot külsőleg, belsőleg nincsen nagyon rossz állapotban, de azért statikailag jó lenne ugye még belülről is megerősíteni, illetve egy új festés ráférne, reméljük, hogy a közeljövőben az is megvalósulhat. A falu közössége, főként a katolikus egyház közössége igen aktív. A templom megépülését és évek során a folyamatos megújulását is nagyban támogatták a hívek. Nevezetes ez az alkalom, amiből összejöttünk, hisz nem sok templom mondhatja el a környékünkön, hogy 125 éves. Igaz, hogy pici, van, aki azt mondta róla, hogy cipős doboznyi, de nekünk ez pont jó. Tele van, mint a szívük. A hívők összefogásából épült, hisz nem volt Kaposszegcsőn templom. Vásáros Dombóra, illetve a Szőlőhegyi Szent Anna kápolnához jártak a hívek. Aztán egyszer megfogalmazódott a gondolat, hogy kellene nekünk is egy templom. Megvásárolták a telket, közadakozásból összeadták az építőanyagot, és elkészült. Ennek 125 éve. 125 éve állja az idők viharát, fogadja a híveket jó időben, rossz időben. Néhányszor felújításon esett át, a hívek adakozásából készültek a padok, a szobrok, és minden, amit itt láthatunk. De nem csak 125 évvel ezelőtt adakoztak a hívek, hanem azóta is folyamatosan. Ha csak az utóbbi 20 évet nézem meg, a hívek adakozásából készült el a keresztút, vásároltuk meg a székeket, készítettünk új Betlehemet, új oltárkeresztet, kancsókat, összeadtuk a pénzt a harangjavításra, a templom tavalyi évi fűtésére és minden egyéb más költségre. A szentmise előtt a felsős hittanosok Szent Erzsébet életéről mutattak be néhány epizódot, majd a Szent Erzsébet kenyerek megáldása következett. Szent Erzsébet a szegények védőszentje, aki élete során ételt és segítséget nyújtott a rászorulóknak. Ezt a legendát láthattuk a gyermekek előadásában, melyet a helyi hittanoktató Nagyné Tóth Erzsébet vezetésével mutattak be a diákok. Nagyon jelentős alkalmunk van, hisz ennek a pici templomnak 125. évfordulóját ünnepeljük. 125 évvel ezelőtt szentelték föl, pont Erzsébet napon, Erzsébet tiszteletére, amit a főoltárunk is jelez. Az elején egy Szent Erzsébet életéből mutatandó jeleneteket
adunk elő, aminek lényege kiemeljük Erzsébet pici korától felnőtté válásig a legfontosabb eszményét, a szeretetet, hisz ő a Magyarország legismertebb magyar szent a világon, hisz Amerikában még városok is vannak elnevezve róla. Talán egyre aktívabbak, ha hétköznapi miséken kevésbé jelennek meg, de egy-egy ünnepre, karácsonykor, húsvétkor, búcsúra eljönnek még a vidéken élő testvérek, gyerekek, unokák is, hogy együtt ünnepeljenek a családdal. Minden vasárnap 9:30-kor, szentmise után szeretett vendégség lesz a közösségi házba, ahova nagyon-nagyon sokan ajánlottak föl süteményt, illetve anyagi támogatást, amire mindenkit várunk, aki részt vett a szentmisén. A szentmise után a közösségi házban szeretett vendégségre hívták a résztvevőket, ahol lehetőség nyílt sütizés, tázás mellett beszélgetésre, játékra. Ez az alkalom jól összehozta a helyi híveket, alkalmuk nyílt a közös időtöltésre. Jó hangulat és jótékonyság ad talán, ahol a helyi óvodásoknak gyűjtöttek a település lakói novemberben. Retróbált tartottak, ahol tombolahúzással növelték az adomány nagyságát. Az összegyűlt pénzből ajándékokat kapnak a kicsik, illetve a csoportok kirándulásait fedezi ebből az intézmény. Ajándékok, amiket tombolán lehet megnyerni, DJ-pult a színpadon a megfelelő retro hangulatért. Így várták attalán a jótékonysági bál kezdetét. A helyi óvoda megsegítésért szervezték a szórakozással egybekötött eseményt novemberben. Minden évben ezt meg szoktuk rendezni az óvodásaink javára. Tehát most már ez a harmadik éve, hogy én szervezem, én vagyok az óvodának a szülői munkaközösség elnöke, és nagyon-nagyon szívesen meg szoktam ezt csinálni, nagyon sok támogatónk van, úgyhogy, és ezekből a bevételekből az óvodát támogatjuk olyan szinten, hogy a gyerekek karácsonyra csomagokat kapnak, ebből mennek kirándulásra, tehát szülinapra kis apróságok, tehát minden ebből van finanszírozva. Általában jótékonysági bált szoktunk rendezni, de most így az utóbbi időben kicsit így összejött minden, úgyhogy az utolsó pillanatban szerveztük meg, ezért tudtuk csak összehozni ezt a retro bulit. Itt régen, régen volt itt a településünkön retro rendezvény, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy ez jó ötlet. Most ugye, mint mondtam, hogy tehát elég későn kezdtük el szervezni, tehát most jóval kisebb bevétel jött össze, vagy jön össze, mert azért még a tombolát nem árultuk ki, de ilyen félmilliós haszonnal szoktuk zárni. Én azt szeretem ebbe az óvodába, hogy mindig készítenek mindenféle képet, hogy tehát megörökítik ezeket a kisebb emlékeket, tehát ez legyen szó farsangról, szülinapról, mindig minden gyerek meg van ünnepelve, és ilyenkor, amikor bontják a kis ajándékaikat, hát olyan boldogok. Közel 50 gyermek jár az óvodába, Attaláról és a környező településekről érkeznek a kicsik. Az óvodánkban 47 gyermek jár, két csoportba járnak összesen. A bálunk az már hagyományteremtő céllal évtizedek óta zajlik minden évben. Nagyon sokat jelent nekünk ez az adomány, mert szükségünk van a anyagi javaknak a pótlására. Ezeket a bálokból befolyt összegeket a gyerekeknek kirándulásokra, gazdag programokra, a gyerekhétnek a gazdag programjaira költjük, meglehetősen olyan ajándékokat tudunk készíteni ebből a pénzből, amik nem csak egyszerű csomagok, mondjuk egy téllakói alkalommal, hanem fontos számunkra az, hogy egészségesek legyenek és minőségi dolgokat tudjunk a gyerekeknek adni. Nagyon sok fejlesztőjátékot szoktunk ezekből a összegekből vásárolni, karácsonyra is nagyon gazdag kínálatunk van a fa alatt a gyerekeknek, ami természetesen nagy örömet szerez nekik. Ami a gyerekekhez közel áll, az leginkább az állatok, úgyhogy nagyon gyakran állatkertbe megyünk el. Voltunk már Siófoki, Vadasparkban, Veszprémben, legutóbb Bőszénfán, ezek az utóbbi éveknek a nagy kirándulásai. Most még tervezünk egy szánkós kirándulást majd Leplényben, reméljük, hogy azt is tudjuk majd finanszírozni az idén ebből az összegből. Közben a vendégek is kezdtek érkezni a jótékonysági retrobárra. Sokan vásároltak tombolát is, ahol a tárgyeremények mellett ajándékutalványokat is kisorsoltak. A fődíj egy 100 000 forintos üdülési utalvány volt. A sorsolás előtt azonban a közös bulizásé volt a főszerep a táncparketten.
trófea szemlét tartott Dalmandon a Kocsolai Dam Vadásztársaság. Megköszönték a vadászok egyéves munkáját. Az elejtett vadak trófeáit meg lehetett tekinteni. Minden évben összegyűlnek a vadászok egy rendezvény keretében, ahol köszöntik egymást és felelevenítik közös sikereiket, történeteiket. A Kocsolai Dán Vadásztársaság vagyunk, és minden évben azért egy trófeaszemlét csinálunk itten a dalmadi telepünkön, egy kicsit, hogy megmutassuk az eredményeinket. Egyrészt ez a azt mondanám, hogy 16 év vadgazdálkodási munkánkat, mert 16 éve vadgazdálkodunk itt már, ha jól mondom, ezen a területen. És hát itt az eredmény az magáért beszél, tehát én azt mondom mindig, hogy érdemes foglalkozni a vaddal, és tehát nem az a cél, hogy minden áron elejteni a vadat, hanem először is hogy megélik azt a kort, amiben golyóérettek legyenek, és hát az itt most ez az eredmény is magáért beszél. És ezért itt az egész, nem vagyunk sokan a vadásztársaságban, 3600 hektáron gazdálkodunk, vadásztársaság, és 11 vadász van a társaságban, és itt látszik az eredmény. A 400 hektár területen inkább dámszarvasok élnek többségében. A kiállított darabok között egyedi is található, hiszen 8 kg súllyal országos átlag felett van a trófea. A vadászat szépségeiről is szót ejtett Gyenei Ferenc. Ugye mivel a vadászásának a fő vadfaja a dám, ezért tulajdonképpen a dám szarvasra és a dám állománynak a trófeáit mutatjuk be elsődlegesen, de természetesen vannak itt gím trófeák is. Minden évben az volt a célunk, hogy a környező vadgazdálkodókat is meghívjuk ide, és mindenki megkapja a meghívást erre a trófea szemlére, a környező vadászatra jogosultak is. Illetve egy picit próbáljuk egyébként a környezetünket is talán belevonni ebbe, hogy a vadászatnak meglássák néha a szépségét is, és ne csak azt találjuk meg benne, hogy tulajdonképpen miért is nem kellene vadászni. Megpróbáljuk megadni azt a tiszteletet ennek a vadnak, hogy a mi kis szórakozásunkért tulajdonképpen ő az életét is áldozta. Úgyhogy ez a trófeaszemre van itt, ezt a trófeaszemlét mutatjuk itt be. Megpróbáljuk olyan környezetben megtenni, ami tényleg méltó arra, hogy ezeket a csodálatos állatokat, vagy azoknak a trófeát bemutassuk. Kocsolai Dán Vadásztársaság 4000 hektáron gazdálkodik. Ez ugye igazából vadgazdálkodási szempontból, vagy vadászati léptékkel nem egy nagy terület, hiszen az állatok mozgás körzete vagy mozgás területe, amit bejár egy-egy dámszarvas, ez egyszerűen sokkal nagyobb. Úgyhogy mi úgy tudunk gazdálkodni ezzel az állatlétszámmal, vagy ezzel a populációval, ami nálunk van, hogy nagyjából próbáljuk meg olyan élőhelyet teremteni neki, ahol szeret ő lenni. És akkor így van egy úgynevezett általunk becsült populációs létszám, ami óriási ingadozásokat mutat egyébként a vegetációs időszakban. Mi azt mondjuk, hogy nálunk körülbelül jelen állapot szerint egy ilyen 200-250-es populációja él a dámnak, a gímszarvasnak pedig elenyésző éppen ilyen 10-20, és még hogyha a fővadra még gondolunk az őzre magára, akkor az őzből is egy ilyen 100-150-es populáció, ami ezen a területen úgy nagyjából éves átlagban megfordul, hogy itt van. A vadászok fontos tevékenységet látnak el a vadállomány fenntartásában. Az eseményhez a szép idő is hozzájárult, a rendezvényt vadételekből készült ebéddel zárták. Dombóvár város szépül és újul folyamatosan. A városban a faültetés lett az egyik legfontosabb projekt. Az 1000 fát Dombóvárra és a Petőfi 200 program keretében ültettek ismételten fákat a Petőfi téren. Játszunk együtt, hogy bejárhassuk a költő útjait. Ezzel a szlogennel indult a nap a Petőfi 200 program sorozat keretében. A megmozduláshoz csatlakoztak a Gyergyó-Szent Miklósi testvértelepülés vendégei. Többféle elfoglaltságba vettek részt a gyerekek és a felnőttek is egyaránt.
Ez év májusban indítottuk el ennek a rendezvénysorozatnak a tervezését, és nagyon-nagyon örülök, hogy a város összes általános és középiskolás pedagógus kara részt vett ebben a szervezésben, és egy nagyon jó programot állítottunk össze. Ezek után, miután mi megbeszéltük, hogy mi lenne, ha ezt megcsinálnánk, akkor gondoltunk arra, hogy megkeressük a Gyergyószent Miklósi testvér településnek az iskoláit, és így jutottunk el a gimnáziumhoz és a Fogarasi Mihály általános iskolához, őket is bevontuk ebbe a programba. Volt versmondó verseny különböző korcsoportokban, rajzverseny különböző korcsoportokban, társasjáték készítő verseny, ami nagyon-nagyon jól sült el, és ezen kívül pedig ilyen eszéírás, meg hasonlóak. A póló, amit terveztettünk, az is verseny alapján alakult ki, és ma volt délelőtt egy kvízjáték a középiskolások, tehát a Gyergyói és Dombóvári középiskolások között volt egy nagyon jó kvízjáték, amin a gyerekek részt vettek, nagyon tetszett nekik, nagyon örültünk, és egy pizzázással zártuk délben ezt a vetélkedőt. Holnap pedig elviszük a gyerekeket, a győzteseket a parlamentbe, ahol vendégül látnak bennünket, és ahol egy megnézhetjük a parlamentet belülről, és hogy hava tortán már megrendeztük, vagy meghirdettük pontosabban az almás süti versenyt. Ennek is győztesei vannak, de az igazi győztesek a gyerekek lesznek, akik a szünetben megehetik az almás süteményt. Ennek kapcsán ugye egy Petőfi 200, és mivel a városban faültetés zajlik, arra gondoltunk, hogy itt 4 órakor a gyergyói gyerekekkel együtt, és dr. Szilágyi Péter államtitkár helyettes úrral együtt ültetünk el fákat ennek a Petőfi 200 programnak a zárásaként. A Gyergyószent Miklósiak is nagyon jól érezték magukat. A faültetés egy nagyon emlékezetes esemény lesz számukra, amiben szívesen vettek részt. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk Dombóváron. Gyergyószent Miklós és Dombóvár testvér települések kapcsolatát próbáljuk felerősíteni, ápolni. Örvendünk, hogy itt lehetünk. Szép programokon vettünk részt. Délelőtt részt vettünk egy kvízműsoron, ahol a városunk és Dombóvárváros iskolás csapatai vettek részt. Ez nagyon izgalmas volt, megcsillogtatta mindenki a maga tudását. Utána pedig voltunk egy helytörténeti sétán, a helyi múzeumban kalauzoltak el bennünket, és ott időztünk, ott ismertük meg Dombóvárnak a történetét. A Petőfi 200 emlékév tiszteletére ültettünk el 4 fát, közösen a két város, a diákok. A közös együttlét nagyon jól sikerült. A szép idő is hozzájárult az eredményes faültetéshez. Nagyon jó hangulatba telt a nap, és izgatottan várták az esti Petőfi Gála műsorát, ahol kiderültek a versenyek eredményei. A díjazottak ellátogathatnak a parlamentbe is. A napot színes rendezvényekkel zárták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!